Híradónkat látják, köszöntöm nézőinket! Újabb nagyarányú fejlesztés kezdődött el a Gróf Eszterházi Kórház és Rendelőintézeti szakrendelőben. Az 1,6 milliárd forint értékű beruházás célja az energiahatékonyság növelése az intézményben. Az energetikai korszerűsítés a régi kórházépületet, az ápolási osztályt, a szakrendelő épületét, valamint a gazdasági épületrészt érinti, adott ma tájékoztatást dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és dr. Töreki Vörös Ibolya főigazgató. A Pápai Kórház felügyeletét ellátó Állami Egészségügyi Ellátóközpont uniós forrásból energiahatékonysági fejlesztéseket valósít meg az ország több vidéki kórházában. A fejlesztések a Gróf Eszterházi Kórházat is érintik. A vidéki egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése című projekt keretében a kórházban 1,6 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhat meg, melynek célja a fűtési rendszer teljes megújítása, valamint az épületek hőveszteségének csökkentése. Utóbbit külső hőszigeteléssel, födémszigeteléssel és nyilászáró cserékkel valósítják meg. Sokszor elhangzik, hogy az egészségügyben nincs jelentős fejlesztés. A Pápai Kórház erre mindenképpen rácáfol, hiszen jó néhányszor voltunk együtt azokon a sajtótájékoztatókon, ahol összesenben mintegy 4,3 milliárdi fejlesztésről számolhattunk be az elmúlt 5 esztendőben. És ha ezt hozzáveszünk az alapítványi egyéb külső támogatásokat is, akkor ehhez még 1 milliárdot hozzá kerekíthetünk, így 5 milliárdot meghaladta az eddigi fejlesztés. Az 1,6 milliárd forintos energetikai fejlesztés paradigmaváltás a kórház életében, emelte ki dr. Kovács Zoltán, hiszen megújuló energia felhasználásával működő fűtési rendszert alakítanak ki új kazánokkal. A mosoda és a konyha üzemeltetéséhez gőzfejlesztő kazánt szerelnek be. Az érintett épületekben kicserélik a fűtési vezetékrendszereket és a radiátorokat. A gazdasági épületben, ahol a mosoda és a konyha is van, légtechnikai rendszert építenek ki. A beruházás megvalósítása alatt a kórház igyekszik biztosítani a betegellátás zavartalanságát. Mindent megtesznek azért, hogy az építkezés a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon a betegek, a látogatók és a dolgozók számára is, emelte ki a sajtótájékoztatón a kórház főigazgatója. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a kórház egy működő kórház, egy aktív kórház, aktív járó betegellátással. És ezt a beruházást nekünk úgy kell megvalósítani, hogy a lehető legkevesebbet csorbuljon a betegellátás, a betegek ebből a legkevesebbet vegyenek észre, a hozzátartozók komfortérzete se sérüljön olyan nagyon, és a dolgozóink is a feladataikat a lehető legjobban el tudják látni. A beruházás munkálatai már elkezdődtek az egyes épületrészekben. A felújítás menetéről tájékoztató táblákat fognak kihelyezni a közösségi terekben, és a sajton keresztül, valamint a kórház honlapján is folyamatosan tájékoztatást nyújtanak. A sajtótájékoztatón elhangzott, mivel az építkezés miatt a kórházudvar területén lévő parkolókat nem lehet majd használni, a Városgondnoksági udvarban zárt parkolóterületet alakítottak ki. A beruházás a tervek szerint 2020 első fél évére készül el. Egy EFOP pályázat keretében megvalósuló fejlesztés is zajlik a kórházban. Közel 50 millió forintból két ultrahangkészüléket szerez be az intézmény az intenzív osztályra, valamint az egynapos sebészet keretében működő urológiai egységbe, tudtuk meg a sajtótájékoztatón. Ma délelőtt megkezdték a kivitelezők az útpálya aszfaltozását a Korvin utcában. A munkálatok várhatóan két napig tartanak, tehát holnap is dolgoznak a területen. A főtér és a Bástya utca között teljes útzár van érvényben, és lezárták a Bástya utcai kereszteződést is. Ma kora délután a kivitelező cég vezérigazgatója és Ungár Tamás alpolgármester tekintette meg az építkezést. Ma délelőtt óta dolgozott a finisher a Korvin utcán, a főtér és a Bástya utca közötti szakaszon. Ma a páratlan oldalon húzták be az alsó réteg aszfaltot. Átlag 8 centi, 6-8 centig húzzuk a kötőréteget, ennek a beépítése vagy bedolgozása folyik most, és reméljük, hogy tehát szombaton is dolgozni fogunk, reméljük, hogy holnap estére ez vége lesz, ha nem, akkor nyilván hétfőn folytatjuk. A teljes útzára a kötőréteg elkészítése után is marad, tehát a gépjárműveknek tilos a behajtás.
ami az út szélén vannak aknafedelek, azok kilógnak, balesetveszélyesek, megsérülhetnek az autók, a másik pedig, ami az úttengelyben lévő vagy az útpályán lévő aknafedlapokat pedig technológiára úgy lehet megoldani, hogy most emeljük meg, tehát itt majd az aknafedlapok kibontása, vésése, bontása folyik, azoknak a végleges szintre emelése, azután jön majd a kopó réteg. Ez várhatóan 10 nap múlva kerül rá a most elkészített felületre. Természetesen a munka folytatását az időjárás befolyásolhatja. Az aszfaltozás mellett a Bástya utcai kereszteződésnél is dolgoznak az építők. Ott a csomópont átépítése zajlik, már a kistér felőli oldalon a szegélyeket elkezdtük építeni, kiszedtük, és ha ez készen van, akkor a másik oldali csomópont kialakításával folytatjuk, szeretnénk 10 nap múlva azt befejezni. A munkák idején a Bástya utca mindkét irányból zsákutca lett. A kistér felé kétirányú a forgalom, a Bástya lakótelep felőli részen pedig a koronás körforgalom használható. A Korvin utcán az Irhás utcáig lehet felhajtani. Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő meghívására érkezett városunkba Georg Spötle biztonságpolitikai szakértő, aki a migráció veszélyeiről tartott előadást a Kastélyudvarban összegyűlt népes hallgatóságnak. A rendezvény előtt a politikus úgy fogalmazott, rendkívül fontos a május 26-ai EP választás, hiszen több évtizedre meghatározhatja Európa és Magyarország jövőjét. A fórum előtti sajtótájékoztatón dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy az EP választásnak most nagyobb a tétje, mint korábban. Ez nem egy hagyományos és szokásos Európai Uniós választás, mint amiben már volt részünk a korábbi két választás alkalmával, hanem ez az európai jövőről, ezen belül Magyarország és a fiataljaink, gyermekeink jövőjéről szól. Ezért hívtam meg Georg Spötlét, aki ennek remek szakértője, és azt gondolom, hogy ő tudja leginkább itt a választás hajrájában elmondani azt, hogy mire számíthatunk adott esetben, hogyha nem jól sikerül Európában a bevándorlás ellenes erőknek a választás. Hangsúlyozta, most nem a pártszimpátiáról szól a szavazás, hanem arról, hogy bevándorláspárti erők nyernek-e Európában, vagy a bevándorlás ellenesek. A biztonságpolitikai szakértő rendőri szempontból vizsgálta, hogy milyen változások mentek végbe Nyugat-Európában, Németországban milyen negatív következményei vannak az illegális migrációnak. Ha nem nézzük a terrorizmust, az szerencsére egy elég ritka fenomén, de ha megnézzük a bűncselekmények számát, letöltöttem a legújabb bűnügyi statisztikákat a Szövetségi Nyomozó Hivatal oldaláról, és ott tapasztalhattuk, hogy több mint 790 ezer bűncselekményt követtek el a tavalyi évbe. 2750 nőt erőszakoltak meg, 280 gyilkosság történt. Tehát ilyen kimagasló bűnügyi statisztika még nem volt szerintem a német kriminalisztika történetében. Németországban az eddigi 2,1 millió migránshoz tavaly újabb 1 millió érkezett, mondta a szakértő. És ezt már lehet tapasztalni, hogy az emberek félnek esténként kimenni az utcára, félnek elmenni egy plázába, különösen nők egyedül ezt már nem teszik meg, mert ugye ott rajokban vannak a migránsok, és ugye a szexuális zaklatásoknak, a nemi erőszakoknak a száma annyira magas, hogy ez elég komoly félelmet gerjeszt a lakosságban. Georg Spötle beszélt a párhuzamos társadalmakról, a no-go zónákról és a migráns gyermekek születési arányáról is. Hogyha ezek a picik felnőnek, akkor azt fogjuk tapasztalni egy olyan 15-20 év múlva, hogy a nagyvárosok lakosságának már több mint a fele migrációs hátterű lesz, és ezt már kiszámolták, hogyha nem is engednénk be több migráns Németországba, akkor is 2038-ra meg fog feleződni már a lakosság. Kiemelte, olyan képviselőknek kell bekerülniük az Európa Parlamentbe, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint a magyarok, és minden jogi és technikai eszközt fel kell használni az illegális határátlépések megakadályozására. 1929. május 10-én született Kányádi Sándor. A 90 éves évfordulóra emlékezve a Jókai Kör felkérte Májerné Pátkai Tündét, a Pápai Református Kollégium gimnáziuma és művészeti szakgimnáziuma tanárát, hogy állítson össze egy emlékműsort. A rendhagyó szerkesztésű összeállítás helyszíne a gimnázium díszterme volt. A műsor Kányádi verseit főként refis diákok tolmácsolásában hallhatták a résztvevők, akik valóban résztvevők voltak,
hisz ők is bekapcsolódtak a műsorba. Hívószavakat kell gyűjteniük, hogy mi jut eszükbe Kányádi Sándorról úgy egyáltalán. És ebből a diákok az egyik táblán egy szőlőfürtábrát állítanak össze, vagyis egy közös tudással fogunk gazdagodni. Aztán lesznek olyan közösségi tagok, akiket arra hívok, hogy egy-egy idézetet olvassanak föl. Ez tulajdonképpen kicsit nekrológis, hogy mit mondanak Kányádiról az utókor, hogy értékeli. Néhányan pedig tárgyakat, fotókat kaptak, és a versekhez, idézetekhez kellett társítani, hogy vajon melyik gondolathoz melyik illik. Ezek az asztalra kerültek, melyen piros és fekete terítő volt. Nem véletlenül. Kicsit szimbolizálva, kicsit azt a kort is, amit megidéz Kányádi, Székelyföldet, a mezőségi népviseletet és természetesen az ikonikus kötetét. És a végén, amit magunkkal viszünk, ez a sok minden, ami azt gondolom, hogy sokkal élményszerűbb, mint hogyha egy előadást hallottak volna, meghallgatjuk Kányádi előadásában a mai délutánunknak a hívószavát, és tulajdonképpen a pedig még volna valami, és aztán együtt el is szavaljuk, és ezt a kis fogadókártyát pedig mindenki viheti is magával, hogy megőrizze emlékként a mai délután emlékét is és Kányádi örökségét. Kányádi Sándor járt pápán is 1997-ben a Református Gimnázium invitálására tartott előadást a templomban. Az emlékműsor résztvevői megtekintették a Városi Televízió akkor készült tudósítását is. A családi fotóalbumok sikerének köszönhetően új sorozatot indított a Jókai Mórvárosi Könyvtár Pápai Fotóalbumok címmel. Ennek keretében pápai közösségek mutatkoznak be. A sorozat nyitó alkalmán a Pápai Huszár Egyesülettel ismerkedhettek meg az érdeklődők, mely egyben toborzó is volt, hisz a közösség várja a fiatalokat a soraiba. Voltak hősök a családodban? Ezt a kérdést adta a Pápai Huszár Egyesület bemutatójának címéül. A Pápai Huszár Egyesület 1992-ben alakult. Aki akkor 30 éves volt, most 60, aki 40, az 70, és úgy gondoljuk, hogy jó lenne átadni fiataloknak, fiatalabbaknak ezt a stafétát, illetve a kardot, hogy ez a mozgalom, amit elindítottunk közel 30 évvel ezelőtt, ez maradjon meg, és maradjon meg pápának a Huszár Egyesület még legalább 30 évig, vagy inkább tovább. A Pápai Huszár Egyesület már eddig is számos nagyszabású programmal tett arról tanúbizonyságot, hogy a hagyományőrzés elkötelezettje. A látványos felvonulások, csatajelenetek mögött természetesen sok munka van. A hagyományok hegyén tartják gyakorlataikat, melyre várják az érdeklődőket középiskolás kortól. Úgy látjuk, hogy akik jönnek fiatalok, azok beleillenek ebbe a csapatba, és szinte baráti viszony van a fiatalok és az öregek között. De elsősorban azokra gondolunk, akik ezt komolyan veszik, mert mondjuk, hogy miénk, de ez a ruha, ami rajtunk van, ez nem jelmez, hanem ez egyenruha. Ha a fölveszed, akkor úgy beszélj, úgy élj, úgy csinálj mindent, mint ahogy ők csinálták. Bolla Kálmán a Pápai Hetes Honvéd Huszárezred történetéről és az Egyesületről beszélt, Pusztai Tamás pedig az egyenruhákról és fegyverekről tartott érdekes előadást a Pápai Fotóalbumok sorozat nyitó alkalmán. Szent II. János Pál pápa ábrázolásai bélyegeken címmel nyílt kiállítás a Jókai Mórvárosi Könyvtárban. Stenül Rezső szombathelyi gyűjtő hozta el városunkba a Szent Atya utazásait megörökítő bélyegeket, filatéliai dokumentumokat. A tárlatot dr. Veres András győri megyés püspök nyitotta meg. A kiállítás megnyitón dr. Herman István igazgató köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke nyitotta meg a tárlatot. Személyes hangvételű beszédében elmondta, hogy őt II. János Pál pápa szentelte püspökké, s ma is hordja a tőle kapott gyűrűt. Meggyőződése, hogy a 2014-ben szentté avatott pápa úgy tudott szólni az emberekhez, olyan példát adott, olyan életművet hagyott hátra, mely ma is hat. Nagyon nagy szükségét érezzük annak, hogy világos útmutatást kapjunk a mindennapi életben, és ez a pápa nem csak egy átlagos emberi bölcsességgel, hanem meggyőződésem, hogy isteni prófétai erővel bírt,
ezzel tudott szólni kortársaihoz, hozzánk, akik ma is az ő írásait szívesen forgatjuk. A Jókai Mór Városi Könyvtár új közösségi terében kapott helyet a kiállítás, mely egy szombathelyi gyűjtő anyagát mutatja be. Steindl Rezső gyermekkora óta gyűjti a bélyegeket, s mivel vallásos családban nőtt fel, ezért érdekelte a téma. A pápa 1991-es magyarországi látogatása után kezdte el gyűjteni a Szentatya utazásainak filatéliai dokumentumait. 104 országot járt végig a 27 éves pápasága alatt, és ezeket dolgoztam én fel tulajdonképpen. De az egész kiállítás kronológiai sorrendben van feldolgozva. Van egy haladási irány, amit követni kell, és akkor mindig tudja, minden lapon rajt van az évszám, hogy melyik évben jár az illető, melyiket nézi éppen, és akkor abból látja, hogy milyen országba járt. Az alkalmon közreműködött a pápai a cappella kórus, melynek tagjai nem csak énekeltek, de felolvastak Szent II. János Pál pápa gondolataiból is. A kiállítás a hónap végéig tekinthető meg a Jókai Mór Városi Könyvtárban. A Pápai Művelődés Történeti Társaság által szervezett táncház sorozat záró alkalmát tartották tegnap délután a Tűr István Gimnázium kollégiumi épületében, ahol ismét Kondics Gergely néptáncpedagógus vezetésével néptáncolhattak a középiskolás fiatalok. A sorozat sikeres volt, ezt nyilatkozta a néptánctanár és Mátyus Aliz is, aki kezdeményezője és szervezője volt a sorozatnak. A 6. középiskolás táncház volt tegnap. Az utolsó programnak a Tűrös Kollégium ebédlője adott otthont. A táncházban a Somló Banda húzta a talpalávalót. Ez a 6. táncházunk, amit úgy kezdtünk el tavaly áprilisban, hogy akkor még nem tudtuk, hogy oldjuk meg a folytatását, viszont a Csóri pályázaton pályázva 5 táncházra még lehetőséget kaptunk, így aztán az elsőt, azt a Művelődéstörténeti Társaság pénzén, és a következő 5-öt, azt a Csóri Alapítvány pénzéből rendeztük meg, mégpedig úgy, hogy az első zenekart még Kondics Gergely, a táncos tanárunk, aki végig csinálta a sorozatot, szervezte meg. Egy Rigó zenekar jött Budapestről, az ő ismerősei voltak, viszont nagyon nagy örömünkre a második alkalomtól végig egy pápa környéki zenekar játszott. A táncház sorozatban a legaktívabbak a tűrösök voltak, emelte ki Mátyus Aliz. Azt kell mondanom, hogy nagy örömömre ott zárjuk a táncházat, amelyik iskola a diákjaival a legnagyobb létszámban szerepelt az összes táncházon. Pejl Kovács Klaudia, a kollégiumi igazgató, és ő az, aki végtelenül rokonszenves módon, még hóba, télbe is, ami már nem illett volna, hogy akkor az legyen, de az volt, gyalog, kisétál a gyerekeivel. Akkor éppen a közgázba kellett kisétálni, és úgy gondolja, hogy az jó a diákoknak, ha táncolnak egyet alkalmanként, az nagyon meglátszik a diákokon is, mert attól egy kicsit, vagy nagyon ők is így gondolják, és ennek végtelenül örültem. A tegnapi táncházban Kondics Gergely néptáncpedagógus a Mezőföld táncaira tanította a fiatalokat. Arra gondoltam, hogy itt a végén visszatérünk oda, hogy így a Dunántúlhoz próbálunk kapcsolódni, és Mezőföld táncaival fogunk itt foglalkozni, szintén egy ilyen kicsit játékos, ismerkedős módszertani dologgal, direkt ennek a középiskolás korosztálynak, főleg az, hogy hogyan érünk a másikakhoz, és hogyan nem, és mi az, amivel tudjuk jelezni, hogy akarunk együtt létezni a világban, vagy táncolni, itt most 2 órát táncolni. Hát főleg az ugrossal és a frisscsárdással fogunk foglalkozni, mert azok a régebbi dolgaik. Hogyan értékeli az egész táncház sorozatot? Hát én elég pozitívnak tudom ezt úgy értékelni, hiszen mindenhol azért mondhatjuk azt, hogy tömeg volt, mert azért elég nagy létszámokkal tudtunk dolgozni. Szerintem minimum volt a 40 fő bármelyik helyszínen, és
annak volt, hogy inkább a duplájával tudtunk így együtt táncolni, úgyhogy szerintem ez egy elég jó kezdeményezés. A cél az volt, hogy a néptánccal és a táncházzal közelebb vigyék a fiatalokhoz a népi kultúrát és a néphagyományokat. S mivel a néptáncos alkalmak sikeresek voltak, a néptánc pedagógus és a főszervező is reméli, hogy lesz folytatása a sorozatnak. A hétvégén újabb esőkre is számíthatunk. A részleteket néhány másodperc múlva hallhatják. Szombaton már országszerte több órára kisüt a nap, a megnövekvő gomolyokból azonban főként északkeleten és nyugaton kialakulhatnak elszórtan záporok, zivatarok. A déli délkeleti szél a Dunántúlon sok felé élénk lehet. Hajnalban 6-12, délután pedig 21-27 fok várható. Vasárnap bár sok felé kisüt a nap, már nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A déli délkeleti szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. Délután 22-28 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt a Pápavárosi Televízióban pénteken. Én köszönöm figyelmüket. Hétfőn friss hírekkel várjuk majd Önöket. Viszontlátásra!